finanszírozás az önkormányzati tűzoltóságok esetében egy normatív finanszírozás legyen. A javaslat a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokat egyaránt szabályozza, egy törvénybe vonja össze a jelenleg még két külön törvényben lévő szabályokat. Ez az elgondolás támogatható, hiszen kettő egymáshoz szorosan kapcsolódó területről beszélünk, és az egységesítés szolgálhatja a feladatok magasabb szinten való ellátását. Meghatározza a módosítás a katasztrófák elleni védekezés irányításának a rendszerét, de nyitva hagyja a lehetőségét egy központi polgári védelmi szervezet létrehozására is. Ez az elem már csak azért is kérdéses, mivel úgy értelmezhető, hogy egységet kíván teremteni az új szabályozás, de ezáltal egyben egy kis kaput is nyitva hagy a további szervezet alakítása. Nem kaptunk választ, hogy vajon miért ilyen módon fogalmazza meg a törvény ezt az átalakítást. A kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófa védelmi szervek vezetőinek irányítási jogosultságait erősíti a Védelmi Bizottság elnökeivel szemben, ami alapvetően nem biztos, hogy egy jó elgondolás. Hogy lefordítsam, ez azt jelenti, hogy a polgármesterek pozícióját gyengíti, míg a nem választott személyek pozícióját erősíti. A Védelmi Bizottság elnöke bír olyan jellegű és olyan szintű szakmai támogatással, ami nem feltétlenül indokolja a gyengítését. Aggályunkat erősíti az is, hogy a honvédelemről szóló törvényben a megyei védelmi bizottság vezetőjét nem a megyei közgyűlés elnöke lenne, hanem a kormányhivatal vezetője. Ez azt jelenti, hogy a két törvényjavaslat között nincs összhang, és már itt hatásköri irányítási ütközések lehetségesek, még nem is működő rendszerben. Összességében megint az állapítható meg, hogy az önkormányzati rendszer gyengítése történik ezzel a törvény és ezzel a szabályozással. Nem a választott vezetők szerepe nő, hiszen ők azok, akiket a településen megválasztanak, őket lehet számon kérni. Ilyen a polgármester, a képviselőtestület tagjai, őnek lehet reklamálni, hanem olyan személyek pozíciója erősödik, akiket nem választottak helyben a vezetők, távolabb vannak a helyben lakóktól. Változnak a javaslat szerint a veszélyhelyzet szabályai is, a honvédelmi törvényből átkerülnek a katasztrófavédelmi törvénybe az erre vonatkozó szabályok, ezzel összefüggésben a gazdasági társaságok állami felügyelet alá helyezését is változatlan formában tartalmazza a javaslat, amelyet mi fenntartásokkal kezelünk. Ennek kapcsán már komoly vita volt itt a parlament falai között, kolontári esemény kapcsán és a MAL ZRT esetében kifejtettük a véleményünket. Ugyancsak kiemelendő a javaslatnak azon elemei, melyek a polgári védelemre vonatkoznak. Itt generálisan változnak meg a szabályok. Új elemként jelenik meg az előttünk lévő javaslatban a katasztrófavédelmi bírság és a katasztrófavédelmi hozzájárulás intézménye. Mindkettő fontos eleme lehet az új rendszernek, ugyanakkor azt látjuk, hogy e tekintetben a szabályozás még nem kellően pontos és kiérlelt. Nem szól ez másról, mint egy új adóbevezetéséről, miközben folyamatosan arról szólnak a hírek és az információk, hogy a kisadókat ki kívánja vezetni a kormány. Itt pedig azt látjuk, hogy ismét egy új adóbevezetését fogalmazza meg a törvényjavaslatban. A katasztrófavédelmi bírság legkisebb összege 300 000 forint, legmagasabb összege 3 millió forint lenne, és egy eljárásban ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható lenne. A katasztrófavédelmi hozzájárulásként az éves árbevétel 0,1%-át kötelessek a központi költségvetésbe befizetni a törvényjavaslat által érintett üzemek, gyárak, telephelyek. Ezek többségében vegyi anyagot előállító, gyártó üzemek lennének. Itt nem történik majd később más, mint hogy ezt az adót a gyártók át fogják hárítani a fogyasztókra. Lefordítva azt jelenti, hogy majd emelkedik a festékek és egyéb vegyszerek ára, a tisztítószerek ára, hiszen ezeknél a gyáraknál kell ilyen plusz adót fizetni. Mind a két elem, a katasztrófavédelmi bírság és a katasztrófavédelmi adó vagy hozzájárulás, a katasztrófa elhárítási cél előirányzat bevételeit növeli majd, melynek bevételeit csak a katasztrófavédelemmel kapcsolatos védekezési, fejlesztési feladatokra lehet fordítani. Mivel ennek a cél előirányzatnak a nagy részét a bírságok teszik ki, kérdéses, hogy mennyire jó az a rendszer, ami arra épít, hogy minél több bírságot szedjenek be azért, hogy forrás keletkezzen a rendszer működtetésére.
érdekelté téve a hatóságot a bírságolásban. Ugyanakkor a katasztrófavédelmi hozzájárulás létrehozásánál a mértékkel és a számítás módszerével biztosan lesznek még problémák. Tehát nem más, mint új adó és a gyártók új megterhelése az, ami történik. Számos olyan eleme van a javaslatnak a tűzoltóságokon kívül, amelyek az önkormányzatok mindennapjait érintik. Úgy látjuk, hogy legtöbb esetben ezek afelé mennek, hogy újabb feladatokat rónak az önkormányzatokra költségvetési támogatás nélkül. Mint ahogy ezt már a kisebbségi véleményben is elmondtam, a bizottság ülésen leginkább a kormánypárti képviselők voltak, akik ezt nehezményezték. A tűzvédelmi mérnök foglalkoztatása egy-egy építési felújítási munka esetén igen komolyan megnöveli a költséget. Ez nem más, mint véletlenül az ágazati lobbik megjelenése ebben a törvényben. Bővülne a polgármester feladatköre, amivel a hatékonyság növekedését várják, amelyhez anyagi feltételeket elvégben az országgyűlés biztosítja. A javaslat bevezetné a közbiztonsági referens intézményét, amely szintén plusz költséget jelent az önkormányzat számára, aki a polgármester katasztrófák elleni védekezésére való felkészülési, védekezési, szervezési feladatait segíteni. Ez egy köztisztviselő jogviszonyban álló személy lehet, vagy olyan, aki már ott dolgozik az adott önkormányzatnál, vagy pedig újat kell fölvenni, de mindenképp plusz kiadás. A referensre a tervezet szerint azért van szükség, mert jelenleg hiányzik az önkormányzati vezetők megfelelő felkészültsége veszélyhelyzet vagy katasztrófa helyzet esetén. Pedig, mint ahogy mondtam, valójában ők rendelkeznek a legtöbb információval és kapcsolattal az adott településen, hát azt gondolom, hogy ez egy kicsit téves megközelítés. Az elmúlt évek rámutattak arra, hogy a polgármesterek felkészültsége megfelelő volt, nem biztos, hogy szükség van külön referens alkalmazására. Azt szívesen támogatjuk, hogy a polgármesterek ilyen irányú képzését azt magasabb szinten hajtsák végre, vagy magasabb szinten folyjon. A települések polgári védelmi besorolásának és védelmi követelményeinek megújítására is javaslatot tesznek, melyet rendeletben szabályoznának. A besorolások felülvizsgálata úgy véljük indokolt lehet. Községben, városban, megyeijugú városban, fővárosi kerületben, ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja, polgári védelmi szervezetet kell létrehozni. A települési polgárőr szervezet létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének a javaslat alapján a polgármester állapítaná meg. Ez önmagában egy helyes szakmai cél, és azt gondolom, hogy rendben van, de ez is azt mutatja, amiről eddig beszéltem, hogy a forrás az nem igen van rendben, valójában nem más, mint plusz feladat az önkormányzat számára. Összességében úgy gondoljuk, hogy az első katasztrófavédelmi törvény hatályba lépése óta eltelt idő indokolja azt, hogy ez a javaslat most a parlament elé került, ugyanakkor eltúlzottnak tartjuk a centralizáció mértékét, aggályosnak tartjuk az önkormányzati tűzoltóságok átalakításával kapcsolatos finanszírozási kérdéseket, és nem látjuk azt, hogy tulajdonképpen mitől is lesz jobb, mitől lesz gazdaságosabb, hatékonyabb az újonnan kialakuló rendszer. Mindezek miatt a Magyar Szocialista Párt ezt a javaslatot egyelőre ilyen formában nem tudja támogatni, ugyanakkor készek vagyunk az együttműködésre, és ennek érdekében nyújtunk be módosító javaslatokat. Amennyiben ezen módosító javaslatokban egyetértés van a ház falai között, akkor természetesen a végleges formájában tudjuk a törvényjavaslatot tárgyalni. Szeretném azt megerősíteni, ami a bizottságülésen is elhangzott, és a frakciónk részéről fontos, hogy azok a szakemberek, akik az elmúlt években a katasztrófavédelem, a veszélyelhárítás, a tűzoltás területén dolgoztak, igen magas és igen jó minőségű munkát végeztek. Az eddig végzett munkájukat a nehéz körülmények ellenére, amiben sok minden benne van, mindenképp elismerés érdemli. Ezt az elismerést szeretném tolmácsolni az ő számukra, és egyben megköszönöm az eddig végzett munkájukat, még akkor is, ha elég gyakran az elmúlt egy évben megalázott helyzetbe kerültek, azért, hogy a bérükért, a jobb munkafeltételekért kellett dolgozni. Nos, összességében azt gondolom, hogy jogos, hogy itt van ez a törvénymódosítás, a módosító javaslatainkat benyújtjuk, amennyiben a vitában ebben sikerül egyességre jutni, abban az esetben tudjuk támogatni a törvény elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Volner János képviselő úrnak adok szót, a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sors úgy hozta, hogy amikor a kormányt egy
egészében jó szabályozásért meg kell dicsérnem, akkor kivételesen nem az általam sokat kritizált Kontrát Károly államtitkár úr ül az államtitkároknak fenntartott székben. Pekhe van államtitkár úr ezek szerint. Röviden és tömören elmondanánk a véleményünket, hiszen egészében a törvényjavaslat céljait, eszközrendszerét támogathatónak tartjuk. Néhány észrevételünk lenne, illetve a jövőbeli fejlesztés irányával kapcsolatban szeretnénk néhány konstruktív javaslatot megfogalmazni. Először is nagyon sajnáljuk azt, hogy a kolontári vörösiszap katasztrófának, meg a Vesz-Balkánban történt katasztrófának kellett felszínre emelnie a katasztrófa védelem ügyét. Én úgy gondolom, hogy a szocialisták 8 éves kormányzása alatt ez a terület méltatlanul elfeledett volt. Én azt gondolom egyébként, és ez most dicséret illeti ezért az új kormány képviselőit, hogy az új kormány az egészében véve tiszteletre méltó elszántsággal és szakértelemmel nyúlt hozzá a katasztrófa védelem kérdéséhez, egészében a változás irányával, amelyet eddig kibontakozni látunk, egyetértünk, és ezúton is gratulálok a katasztrófa védelem itt helyet foglaló vezetőinek, és kérem azt, hogy az állomány felé is továbbítsák az elismerésünket. Nagyon röviden arról, amiről már korábban honvédelmi törvény vitája kapcsán, illetve egyes rendészeti szabályozások kapcsán már a kormány képviselőivel eszmét cseréltünk. A Jobbik egy más kormányzati struktúrát képzel el, mint amit a jelenlegi kormány. Mi ugyanis a katasztrófa védelem összevonását, melyben a polgári védelmet és a tűzoltóságot összeolvasztották, egészében véve nem tartjuk egy jó házasságnak. Mi szorgalmaztuk már több ízben is azt, és a mi kormányzati struktúránkban teljesen más helyre kerülne a polgári védelem. Többször szorgalmaztuk azt, hogy kerüljön vissza a Honvédelmi Minisztérium fennhatósága alá a belügyminisztérium irányításából. Ebben nyilvánvaló vita bontakozott ki köztünk és a kormány között. Mi is, ami indokolta a mi kívánságunkat? Egyrészt a tapasztalati tények szerintünk nem azt mutatják, hogy ez egy kifejezetten jó sikerült házasság lenne. Azt látjuk, hogy nagyon sokszor meglehetősen elszigetelten működnek továbbra is egymástól az elvileg már összevont egységek. Hasonló házasságnak vagyunk egyébként tanúi jelenleg a Vám és Pénzügyi Őrség, valamint az APEC összevonása után a NAV-nál is. Én azt gondolom, hogy ez nem egy jó sikerült fúzió volt ebben az esetben. Ami különösen indokoltá teszi, az, hogy a kormányzati előterjesztésekben a honvédelmi törvény kapcsán fölbukkant egy új elem, ez a bizonyos önkéntes tartalékos rendszer, amely védelmi és műveleti tartalékosokra osztja föl a tartalékos szolgálatra jelentkezőket. Én úgy gondolom, hogy ha a tartalékos rendszeren belül egy jelentős, egyszerre mozdulni képes, valamilyen szinten képzett, legalábbis az átlagpolgárnál mindenképpen képzettebb és fegyelmezettebb állomány, valakinek egy honvédelmi tárcának adott esetben a rendelkezésére áll, akkor célszerű lenne ugyanennek a tárcának a fennhatósága alá helyezni a polgári védelmet. Ugyanis, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet bekövetkezik, akkor nyilvánvaló, hogy ez az összehangolt, egységes, központilag vezérelt állami irányítás sokkal inkább biztosítja a hatékony fellépést, és itt egyébként a szocialistákkal is vitánk van, akik tovább apróznák a szervezetet, hát ez nyilvánvaló, hogy eddig sem vezetett jóra, és ezután sem vezetne jóra. Én tehát azt mondom, hogy célszerű lenne ezt a dolgot átgondolni, célszerű lenne az önkéntes tartalékos rendszer, amely jelenleg ugye fejlesztés alatt áll, most a védelmi tartalékosoknál tartunk, akik jelenleg objektumvédelmi feladatokat látnak el, de a tárca távlati terveiben szerepel az is, hogy ez a későbbiek folyamán egy aktívabb, adott esetben bevethető állomány kiképzésében és létszámának megnövelésében ölt majd testet. Tehát én azt mondom, hogy ezen a téren lépni kellene, és továbbiakban azt is szorgalmaznánk, hogy ha lehet, akkor ennek a szervezetnek az irányítása, amelyet most jelenleg a HMEI ZRT lát el, az Összhaderőnemi Parancsnoksághoz tartozzon, teljesen nyilvánvaló okokból. Én azt gondolom, hogy ezt még részletezni sem különösebben szükséges. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás ezen a területen megvalósuljon. A kiegyensúlyozatlanságnak ugye az elmúlt hónapokban többször is tanúbizonyságát adta a jelenlegi kormány.
Itt ugye nem az adott honvédelmi vagy a belügyi tárcát kárhoztatjuk ezért, hanem a Nemzetgazdasági Minisztériumot. Kiderült, hogy van egy 220 milliárd forintos elszámolás a költségvetésben. Ezt egyébként Naszvadi György úr, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára ismerte be. Aztán ebből kifolyólag lett egy 26 milliárdos költségvetési zárolás a Honvédelmi Minisztériumnál, 10 milliárddal több a belügyminisztériumnál. Ez tehát abba az irányba hat, hogyha mondjuk az adott szervek vezetői a saját vezetői képességük, felelősségük tudatában elfogadnak egy éves költségvetés, rendelkeznek arról, hogy milyen ütemterben szeretnék a rájuk bízott költségvetési forrásokat elkölteni, ez nagyon durván fölborítja a kormány. Erre a fölborításra az első esetben egyetlen hónappal a jelenlegi költségvetés elfogadása után kerül sor. Ez nyilvánvaló, hogy a katasztrófa védelmi tervezés anyagi szükségleteinek biztosítását súlyosan és durván érinti. Én azt mondom, hogy ennek a költségvetési zárolásnak a visszavonása ezen a területen tekintettel az elmaradásokra mindenképpen indokolt lenne, ami pedig az aktualitását adja az, hogy jelenleg van az országgyűlés előtt ugye az a tervezet, amely a költségvetési zárolás részleteit tartalmazza, mert sokszor érdeklődtünk utána, hogy pontosan kit, milyen mértékben érint, de pontos minden részletre kiterjedő kormányzati választ ez idáig erre a tételre még nem kaptunk. Egyetértünk azzal az irányjal, amely a tűzoltóság állami kézbevételét szorgalmazza. Én magam is, amikor tűzoltókhoz ellátogattam és velük szakmai egyeztetést folytattam, kikértük a véleményüket, hogy néhány problémát azonosítsunk a jelenleg felmerültekből, akkor az volt az egyik legfontosabb, hogy az a jelenleg még elaprózódottan működő rendszer, amely a tűzoltóságot jellemzi, itt ugye az önkormányzatoknál értendő, az meglehetősen zirált állapotokat hoz létre. Zirált állapotokat a közbeszerzések terén, az alkalmazott technikák terén, nagyon sokszor a dologi juttatások terén is. Ugye elsősorban arra gondolunk, hogy nagyon sokszor azért, mert nem egy egységes rendszeren belül kezelték a tűzoltóságok, vagy egészében a katasztrófa védelem kérdését, ezért olyan beszerzési rendszer alakult ki az országban, hogy adhok módon felaprózódottan szerezték be a különböző tűzoltóságokat fenntartó szervek az adott esetben rendelkezésre álló technikát, ezek nagyon sokszor nem is voltak kompatibilisek egymással. Amit én kiegészítésként javasolnék, ezek későbbi szakpolitikai döntések függvényében azt gondolom, hogy törvényszerűen megvalósul, vagy ennek a törvényjavaslatnak a keretén belül, vagy egy másik törvényjavaslat keretén belül, az, hogy érdemes volna az etéren eszközölt beszerzéseket, közbeszerzéseket egy egységes rendszeren belül kezelni. Ennek ugye kettős oka van. Hát amit a szocialisták mondanak, hogy nem látható át a finanszírozás, én más oldalról az átláthatóságát, a más oldalról vonnám kritika alá. Az átláthatatlanságát jelenleg az biztosítja, hogy ahány önkormányzat, annyi beszerzés valósult meg ezen a területen. Az egységes beszerzés ezen a területen költséghatékonyság növekedést is jelentene. Itt egyébként ismét csak visszakanyarodva pár Tibor szocialista képviselő társam szavaihoz, itt nem csak az a kérdés, hogy mekkora költségvetési ráfordítás kap a katasztrófa védelem, hanem az is, hogy milyen költséghatékonysággal lesz képes elkölteni a közbeszerzési rendszeren keresztül az állam az erre fordított pénzt. Tehát az egy kulcsmomentum, hogyha központosítjuk a közbeszerzést, egységesen a mennyiségi elvet kihasználva a kormányzat egy nagyobb mennyiséget képes megrendelni, akkor két dolgot lehet biztosítani. Egyrészt alacsonyabb közbeszerzési árat, én egyébként ezt szívesen láttam volna visszaköszönni a jelenleg előttünk levő törvényjavaslatban. Másrészt pedig azt, hogy tekintettel arra, hogy egységesen valósul meg a közbeszerzés, ezért a technikák kompatibilitása egészen biztos, hogy országszerte biztosított lesz. Jelenleg az egyik helyen IFA teherautó van egy másféle csatlakozóval, a másik helyen Mercedes, a harmadik helyen Unimag. Igazániból a technikák nagyon sokszor nem kompatibilisek egymással. Veszélyhelyzetben egy oltás esetén vonulós kocsiknál lesz komoly problémát képes okozni. MSZP-s képviselő társam kritika alá vonta a jelenlegi előterjesztést azzal kapcsolatban, hogy a polgármesterek szerepét gyengíti, és a nem választott vezetők szerepe nő a katasztrófa védelembe. Hát kérem, én örömmel üdvözlöm ezt az irányt, ugyanis meggyőződésem szerint egy nem választott ember, aki adott esetben egy hivatásos katasztrófa védelmi szakember, valószínűleg nagyobb
szakértelemmel és nagyobb hatékonysággal tudja ellátni a katasztrófavédelmi munkák irányítását, mint egy polgármester. Én tehát az ilyen jellegű hangsúly eltolódásnak határozottan a híve vagyok. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy a polgármesterek szerepe múlóban lenne vagy megszűnne, mindössze azt jelenti, hogy egy katasztrófa helyzet esetén a szakmai irányítás, én úgy gondolom, hogy elsődlegesebb. Amit én különösen tanulságosnak tartottam itt az előterjesztésben, és ezzel kapcsolatban azt kérem, hogy a kormány gondolja át a törvényjavaslatot, és az erre vonatkozó részt ezt lehetőség szerint vonja vissza. A katasztrófa védelmi hozzájárulás címén az éves tárol, gyártott és feldolgozott veszélyes áru mennyiségére vonatkozó adófizetési kötelezettség az éves nettó árbevétel 1%-ában van meghatározva. Tekintettel arra, hogy nincs definiálva ezeknek a cégeknek a köre, illetve a jelenlegi szabályozásban éppen a definiálatlansága miatt, én úgy gondolom, hogy egy túl széles kört érint az adófizetési kötelezettség, ezt érdemes volna átgondolni, mert valóban nem jelent ez egyebet, mint hogy egyes kereskedőkre, gyártókra, raktárakra áthárítja az állam ennek révén a katasztrófa védelmi költségeket. Amit szintén fontosnak tartok kiemelni, az a katasztrófa védelmi bírságok kérdése. A jogalkotó, pontosabban az előterjesztő 300 000-től 3 millió forintig húzza meg azt a határt, ameddig katasztrófa védelmi bírságot ki lehet szabni. Ez aztán természetes módon az emberi élettel, természetvédelmével, testi épség védelmével arányos módon kerül kiszabásra, nagyjából ugye annak arányába, hogy mekkora közveszélyt okozott, illetve milyen humán, illetve dologi veszélyeztetéssel járt az adott cselekmény. Amit én rossznak tartok, az, ami a törvényjavaslatban szerepel, miszerint a katasztrófa védelmi bírság a katasztrófa elhárítási cél előirányzat bevétele. Az egy általánosan elfogadott jogelv volt a rendszerváltás óta, és szépen lassan le is szoktak a kormányok arról, hogy a hatóságokat közvetlenül is érdekelté tegyék a bírságolásba. Ha visszaemlékeznek a képviselőtársaim, akkor az idei költségvetés már úgy lett elfogadva, és úgy is tárgyaltunk róla a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén, hogy az a bizonyos objektív felelősségből származó 16 milliárd forintos tervezett költségvetési bevétel az úgynevezett soron kívüli költségvetési tételként szerepel a költségvetésben. Magyarul a kormány ebben az esetben, szakítva egyébként a szocialisták gyakorlatával, nem kívánja ösztönözni a hatóságot a bírság kiszabásában. Az ösztönzés az mivel is jár ebben az esetben? Hát ha megnő az adott szerveknek a bevétele, több pénzzel tudnak gazdálkodni, kicsit kényelmesebbé válik az életük, hát természetes módon abban lesznek érdekeltek, hogy a vállalkozókat minél nagyobb bírsággal sújtsák, hiszen ez az összeg hozzájuk folyik be. Én azt gondolom, hogy ez egy átgondolatlan része a törvényjavaslatnak, erről az útról szerintem le kellene térni, teljesen érthető okokból. Amire még fölhívom a képviselő társak figyelmét, az egy lehetséges koherencia zavar. Tavaly az első törvények között tárgyalt az országgyűlés a kis- és középvállalkozások fejlődéséről, fejlődésük támogatásáról szóló törvényjavaslatról, melyben akkor a jogalkotó oly módon rendelkezett, hogy első esetben, amikor ellenőrzik ezeket a vállalkozásokat, nem lesz lehetőség hatósági bírság kiszabására, csak akkor, hogyha az adóhivatal szabja ki ezt a bírságot, érthető módon valamilyen adózással kapcsolatos visszaélés miatt. Ezt aztán Kepli Lajos jobbikos képviselő társam egészítette ki, többek között katasztrófavédelmi megfontolásokból, azzal, hogy az élet, testi épség és a természet védelme kivételt képez ez alól, ebben az esetben is ki lehet szabni bírságot. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a jelenlegi joganyagnak a az ezzel kapcsolatos törvénnyel történő összefésülése az egy elengedhetetlen fontossággal bíró dolog. Így ugyanis a koherencia zavar az elképzelhető. Amit fontosnak tartottunk volna még, és erre biztatnám a tárcát, nem biztos, hogy ebben a törvényjavaslatban kell elhelyezni, de gondoskodni kell erről. Akkor beszélgettünk a tűzoltókkal, és azonosítottuk az általuk felvetett problémákat,
akkor az egyik nagyon fontos az volt, hogy helyre kell állítani, vagy létre kell hozni az egységes tűzoltóképzés intézményét Magyarországon. Erre a tűzoltók lengyelországi példával szolgáltak, ők maguk elmondták azt, hogy kint jártak, egy nagyon jól fejlett központi képzés folyik Lengyelországban, megfelelő akadálypályákkal, megfelelő technikai feltételekkel, és amit különösen fontosnak tartanék, de mondom, nem biztos, hogy ebbe a törvénybe kell ezt elhelyezni, bár ebben a törvényben szerintem azért helye volna, az, hogy az egységes tűzoltóképzés keretén belül ne kelljen a tűzoltóknak különböző vizsgák miatt kiszakadni rendszeresen a rendszerből. Ugye különböző módokon különböző vizsgákat kell tűzoltóknak tenniük, létrázással, fecskendőkkel, stb. Kapcsolatban. Ez célszerű volna oly módon megoldani, hogy egy egységes, bizonyos magasabb képzettséget jelentő képzés keretén belül kellene megoldani azt, hogy a tűzoltók lehetőség szerint a későbbiek folyamán a hivatásos szolgálatból már ne szakadjanak ki, hanem már az iskolás éveikben az erre vonatkozó oktatást megkapják. Amit fontosnak tartunk, ugye a gazdálkodó szervezetek akkor, amikor olyan tevékenységet folytatnak, ezt én szerintem egyébként helyesen definiálta a jogalkotó az erre vonatkozó tevékenységek körét, és egyetértünk azzal a bizonyos negyedeléssel, amit államtitkár úr az expozéjában említett, akkor belső védelmi tervet kell, hogy készítsen, biztonsági elemzést kell, hogy végezzen, és biztonsági jelentés formájában be kell, hogy számoljon a katasztrófavédelmi szervek részére arról, hogy milyen technikával, milyen emberi erőforrásokkal rendelkezik adott esetben a katasztrófa helyzet felszámolása, elhárítása, megelőzése terén. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyben jobban érdemes elmélyedni. Én hála Istennek családilag is meg vagyok támogatva polgári védelmi szakértővel, így tehát arra biztatnám a kormányt, hogy ezen a téren különösen fontosnak látjuk azt, hogy a szoros szakmai irányítás, a szoros szakmai kontroll katasztrófavédelmi vezetők részéről valósuljon meg. Nagyon sokszor teljesen nyilvánvaló anyagi ellenérdekeltségük okán a gazdálkodó szervezetek hajlamosak az ilyen szabályozás alól kibújni. Én ebben az esetben inkább szorosabbra vonnám a gyűrűt és szorosabb kontroll gyakorolnék. Én azt kérem, hogy ez már szakpolitikai szinten valósul meg, erre különösen figyeljenek. A legfontosabbnak azt tartom, hogy egészében a törvényjavaslattal elégedettek vagyunk, a fejlesztési irányokra javaslatot tettünk. Egy valamit tartanék még nagyon fontosnak, erre vonatkozóan egyébként módosító javaslatot is nyújtottunk be. Az, hogy amikor a lakossági riasztórendszert működteti az apparátus, akkor lehetőség szerint a telekommunikációs vívmányokat nagyobb mértékben használja ki. De elsősorban arra gondolok, hogy a mobiltelefonok révén elérhető a legtöbb ember, vagy legalábbis nagyon sokan, most már több mobiltelefon előfizetés van Magyarországon, mint ahány állampolgára van az országnak. Ezt érdemes volna oly módon kihasználni, hogy katasztrófavédelmi készültség egy katasztrófa bekövetkezése után SMS, hívás, stb. Formájában az adott területen élő vagy ott tartózkodó lakosság automatikusan kapjon a katasztrófavédelmi szervek által megfogalmazott jelentést arról, hogy milyen kimenekítési irányokat határoznak meg a lakosság részére, illetve milyen módon lehet védekezni vagy célszerű védekezni. Ez lehet természetes módon az, hogy mondjuk egy ipari gázzal történő katasztrófa esetén ne lépjenek ki lehetőség szerint a lakásból, tartózkodjanak zárt térben, ha olyan jellegű a katasztrófa, hogy a lakosság kitelepítése szükséges, akkor azt érdemes továbbítani ilyen eszközzel, hogy milyen menekülési irányok vannak, hol vannak olyan pontok, ahova oda tudnak menni, és szervezetten megtörténik az elszállításuk. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek mindenképpen a védekezés hatékonyságának a javítását célozzák, és arra biztatom a kormányt, hogy ezen a téren a módosító javaslatunkat fontolja meg, fogadja be és támogassa. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most Szilágyi László következik, az LMP képviselőcsoportjából parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt ház! A hatékony katasztrófavédelem ott kezdődik, hogy megpróbáljuk megelőzni ezeket az eseményeket. Leginkább a másutt jól bevált módszerekkel,
az ipari tevékenység folyamatos ellenőrzésével, a kockázataival arányos felelősségbiztosítással és biztosítékadással, és a hatósági engedélyezés és ellenőrzés hatékony működtetésével. A törvényjavaslat ezekről nem szól. Itt igazából, amiről szó van, az állami bevételek növelése, az állami kontroll fokozása az állampolgárok, az önkormányzatok és a vállalkozások fölött, az állam erőforrásainak bővítése az előbbiek kárára, és az állami felelősség áthárítása is tetten érhető ebben a törvényjavaslatban. Ebben a törvényjavaslatban megtalálható mindaz, ami miatt az Orbán kormány nem szimpatikus nekünk. Egyfajta etatizmus, az állam felsőgrendűségébe és tévedhetetlenségbe vetett hit, a végrehajtó hatalom abszolutizálása, az állampolgári részvétel, az önkormányzás és a demokrácia lebecsülése, és a környezeti értékek semmibevétele. Nézzük részleteiben ezt a törvényt. Mire nem terjed ki ez a jogszabály? Ugye azt mondja itt a negyedik szakasz, hogy az atomenergiával kapcsolatos katasztrófákról nem lehet itt szó, közúti, vasúti és légi víziszállításban bekövetkező problémákra, a bányászati tevékenységek kizárva, a hulladéklerakókban bekövetkező katasztrófákra, a katonai célból üzemeltetett létesítményekben bekövetkezett katasztrófákról nincsen szó ebben a jogszabályban. Kérdés, hogy mi marad? Alapvetően az lenne fontos, hogy ezeket végre tudjuk rendesen szabályozni, hiszen a többi ezek mellett már akár el is törpülhet. Nézzük a feladatok kiosztását. A javaslat állami feladatként említi a katasztrófavédelmet, ugyanakkor rengeteg teendőt zúdít az önkormányzatok nyakába, de ez nem mutatja meg a finanszírozást, az ehhez való források